Már hagyomány, hogy a megyei önkormányzat és a térség országgyűlési képviselője jótékony célú adománnyal teszi szebbé a velencei gyermekotthon lakóinak karácsonyát. A kezdeményezéshez idén az Agrárkamara és a Pusztaszabolcsi Agrár ZRT is csatlakozott. Most úgy gondoltuk elnök úrral, hogy néhány év ezt talán már hagyománynak is nevezhető, hogy karácsonykor ellátogatunk ide. Szívünk melegével, egy kis karácsonyi jó kívánsággal és pici ajándékkal, és most is ezt tettük. Örömteli volt látni, hogy tavaly óta szépen megújult az intézmény, meg hogy azok a támogatók, akik az ajándékozásban is segítettek, az ő körük is egyre bővül. A fiatalok tavaly labdákat kértek és kaptak, idén pedig szabadtéri játékokat. Ezeket is elhozták az intézménybe az adományozók, de a csomagok közé szaloncukor, gyümölcs és tejtermékek is kerültek. Hoztunk hullahopkarikát, tollaslabdakészletet, azért hoztunk labdát is a biztonság kedvéért. Természetesen bővült a kör, így ennek köszönhetően tudtunk tejtermékeket hozni, gyümölcsöket hozni. A bővülők körében mindenképp kiemelném a Pusztaszabolcsi Agrár ZRT-t. Nagyon komoly és nagy mennyiségű tejterméket ajánlott fel az itteni gyermekeknek, és ki kell emelnünk az Agrárkamara megyei igazgatóságát. A velencei gyermekotthonnak jelenleg 27 lakója van, akik saját kézzel készített ajándékkal köszönték meg az adományokat.